Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket. Sok vívódás közepette végül is a Lukács evangéliuma 8. fejezetéből hoztam igét. A Lukács evangélium 8. fejezet 26-tól 39-es versig terjedő szakaszt szeretném, ha felolvasnánk, és ezt az igét néznénk át, tanulmányoznánk át együtt. Kicsit készülve a csütörtök imai dicsőtő alkalomra is, nem kicsit, nagyon. Tehát nagyon készülve a imai dicsőtő alkalomra is, tehát ezzel a szívvel hallgassátok. Sok szellemi igazság van ebben az ige szakaszban, amely felbátoríthatja a szívünket arra, hogy az Úrhoz menjünk. Az imádságra nem a tökéletes, mindenben perfekt embereknek van szüksége. Az Isten tiszteletre sem. A dicsőítésre sem. Alapvetően a legnagyobb szüksége és igazán szüksége a szükségben lévő embereknek van, akik mindig úgy érzik, hogy vívódik, harcol a lelkük, szívük, szellemük, sok küzdelem között vannak, botladoznak néha, küzdenek hittel, hitetlenséggel, háborog a lelkük, tehát ezeknek van szüksége az Istenre. Igazán az Isten nem is tud mit kezdeni az öntelt, felfalkolott lelkű emberekkel, akik igazán szellemükben, szívükben nem érzik a vágyat, a szükséget. Vagy a kiszolgáltatottságot. Néha ajúbe őszinti emberi természetűnél fogva mi a kiszolgáltatottságot utáljuk. Igaz? Nem szeretjük, aki vagyunk szolgáltatva. De ha valakinek jó kiszolgáltatva lenni, az az egyedül igaz élő Isten, a mennyei Atya, aki oly szeretettel fordult felénk, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta mi bűneinkért, hogy ha hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Hangozzék tehát az Istennek a beszéde, helyeteken ülve kérem, kövessétek. Lukács evangélium a 8. fejezet 26. versétől a 39-es versig. Lukács 8.26-tól tehát. Azután áthajóztak, mármint Jézus és tanítványai, a gadaraiak földjére, amely Galileával átelemben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor látta Jézust, felkiáltott, leborult elé, és hangosan ezt mondta: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztáltalan léleknek, szellemnek, démonnak, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felett: légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérlelték őt, ne parancsolj őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj, a konda, azt kérték tehát a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberekből, az emberből, és bementek a disznókba. Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. A pásztorok, vagy a magyarok, a kondások, a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és épp elmével ült Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, mármint Jézust, hogy távozzon közülük, mert nagy félelem lett úrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt, és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, és ezt mondta neki: tér haza,
és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. No, hát ha a Bibliát magatok előtt tartjátok és megnézitek, akkor nyilvánvaló, hogy maga az eseményeket megelőzően, az olvasott eseményeket megelőzően egy komoly próbatétellel néztek szembe a tanítványok, egy vihar csapott le a tenger, amin ők hajóztak, és veszélyben érezték az életüket. Közben Jézus szunyókált a hajóban, és ugye hát irritálta őket Jézusnak a látszólagos tétlensége, vagy indokolatlan nyugalma, és hát fölrázzák, hogy hát valamit csináljál már. Hát nem látod, mekkora baj? Hányszor vagyunk ilyenek, nem? Amikor már úgy megráznánk Jézus, hogy nem volt még elég. Hát meddig vársz még? És Jézus meginti őket, és azt mondja, hogy először lecsendesíti a tengert, ezek így ámulnak, hogy a teremtett világ leborul a Jézus lábánál, és szavára a teremtettség, a vihar, a szél, és a vizek engedelmeskednek neki. És azt mondja a Biblia, hogy Jézus szólt, csend lett. Mondta, hogy fejezd be a viharnak, tengernek, és az azonnal engedelmeskedik. És a tanítványok mondja, hogy hol a hitetek? Tehát ennyire nem hisztek, nem bíztok én bennem. De az eseményeket látva, amit itt felolvastunk, nem is volt csoda, hogy ez a vihar megtörténik. Több okból sem volt csoda. Ugyanis a názáreti Jézus eldönti, hogy egy pogányok lakta vidékre elviszi az evangéliumot, és kihirdeti a bűnök bocsánatát és a szabadítás üzenetét. A jó hírt. A ellenben, az átellenben lévő parton 10 városból lévő szövetség volt, ebből 9 éppen a genezáreti tónak a Galileával szemben lévő partján feküdt, és nagy része, javarész pogányok lakta vidék volt, görög kultúrával, több istenhittel, óriási önteltséggel. Szabad városokról beszélünk, szabad polgárokról beszélünk ezekben a városokban, tehát azért ezek úgy jól megvoltak rakva önbizalommal. Tehát ők tudták kicsodák azért, hogy a szabadság, szabad polgári jog azért ez nem volt kis dolog abban az időben, amikor ugye a világot nagyban uralta a római birodalom. A harc tehát megjelenik, és ahogy egy kedves lelkipásztor barátom mondta, ez a vihar, ez nagyon jellemző a mai keresztényekben, méghozzá a lelkükben. Nagyon sok keresztény van ma, akinek a lelkében viharok támadnak, és néha nem értik, hogy mi az oka. Én is kerültem már ilyen viharba, csak azt éreztem a lelkemen, hogy ilyen tompaság van rajtam, nincs semmihez kedvem, Bibliát sincs kedvem olvasni, imádkozni sincs kedvem, szolgálni se. Egyébként én alapvetően temperamentumán fogva egy ilyen optimista, pozitív, energikus személyiség vagyok, aki nem ismerne. És ezért nekem egy furcsa tapasztalat volt magam szempontjából, az én magam lelkemmel kapcsolatosan, hogy mi a helyzet. És bizony kiderültek azok, hogy vannak okkult erők, akik imádkoznak a pásztorok ellen, varázsolnak, és bizonyos okkult szellemi mozgások indultak meg a városunkban és környékén. Amikor ezt így megtudtam, akkor már sejtettem, világossá vált számomra, hogy az a vihar, ami támadt az én lelkemben, az nem természetes. Ám az természet felett, és nem arról szól, hogy én bűnt követtem el, vagy elhibáztam. Biztos van ilyen is, de hát máskor is az ember mond butaságot, vannak mulasztásai, nem feltétlenül jól csinálja a dolgokat, kell bocsánatot kérni, tehát máskor is van, de ilyet nem éreztem. Ebben a helyzetben is egy olyan szituáció van, amit nem tapasztaltak még a tanítványok, és mivel nem tapasztalták, összezavarodtak. Holott igazán egy erős szellemi konfliktusba kerültek bele. És ez a vihar erről szólt, ez a háborúság, a háborgás, ami történik a fizikai világban, alapvetően leképezt azt, ami bennük volt. A bennük lévő vihart, háborgást. A sátán jellemző taktikája
ami így megnyilvánul egy ilyen viharos, érzelmi viharok közepette, Péter apostol szerint a következő, az 1 Péter 5:8-9. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, és keresi, kit nyelhet el. Kit uralhat le? Kit ragadhat el? Kitnek a szívét, lelkét, gondolatait foghatja meg? De azt mondja Péter, de ti álljatok ellene hitben, szilárdan. Tudjátok ugyanis, hogy ugyanazok a szenvedések, megpróbáltatások telnek be testvéreiteken szerte a világon. Tehát nem valami olyan dolog történik, azt mondja veletek, ami ne történne másokkal is. És milyen döbbenetes, hogy az ember a saját viharaival néha egyedül marad. Mert szégyelli. Azt gondolja, hogy rossz hívő. És azt gondolja, hogy ha jó hívő lennék, akkor méltó lennék az Istenhez, hogy dicsőítsen és magasztaljam őt. Még Isten tiszteletesen megy el, mert azt gondolja, hogy ő nem jó hívő. Mert a többi biztos jobb hívő, mint én vagyok. Péter azt mondja, butaság. A harcok, amiken átmégy, betelnek másokon is. És amikor elkezdesz róla beszélgetni, mint hogy mi is tettük a pásztorkörben, kiderült, hogy szinte mindenki ugyanazon megy keresztül. Mekkora bátorítás ugye az, az ember ráébred arra, hogy van egy időszak az életemben, vagy az életünkben, amivel szembe kell nézni, és át kell menni rajta, és már is stabilizál az embernek a lelki állapotát, és meg tud állni hitben szilárdan, nem csapong össze-vissza, bizonytalanul. A sátán ma is félelmet keltő munkával próbálja az Atya Istenbe vetett bizalomtól eltántorítani a hívő embereket, és a szolgálatra való engedelmességtől elfordítani Krisztus tanítványait. Mi azonban soha ne feledjük János szavait az 1 János 4:4-ben, ti Istentől valók vagytok, azaz, és gyermekeim, tehát Isten újjászült benneteket az igé és a szent lelk által. Istentől valók vagytok, Istentől születtetek, Istenhez tartoztok. Gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És a támadás alá helyez benneteket. Itt megállok, és még mindig csak az előzményekről beszélünk, és még nem beszélünk arra, amiről a történet, felolvasott történet szól, de kénytelen, szóval muszáj ahhoz, hogy értsük az eseményeket. Itt beszélünk el az érzelmi alapú és a hitbeli döntésekről. Érzelmi alapon, vagy hitben, hit által meghozott döntésekről. Ugyanis a felszabadított ember, akit Krisztus felszabadított, és akkor már itt egy picit rátérek a felolvasott szakaszra is, már rendelkezik a szabad akarat képességével és a szellemi belátás képességével is, és innentől kezdve nem kell neki az érzelmei csapongó hatás alatt élni az életét, hanem élheti szilárdan és rendíthetetlenül hit által a szellemi életét. Azaz, amikor az érzelmeinkben viharok vannak, és a negatív körülményeket megpróbálja felhasználni a sátán, hogy ezeket a viharokat felkorbácsolja, és bizonytalanságot, reménytelenséget tápláljon az emberek lelkébe, szívébe. Nem vagyunk kényszer alatt, hogy ezek határozzák meg a döntéseinket, hanem ezen fölül lehet emelkedni a Jézus Krisztusba vetett feltétlen bizalom által, amely fölötte van az érzelmi szinteknek. Ha te szellemi emberek vagyunk, és Isten gyermekei vagyunk, megvan a hatalmunk arra, hogy ne az érzelmeink határozzák meg a döntéseinket, hanem a Krisztus beszéde. A Krisztus beszéde. Átmennek a másik partra, lecsendesik a tenger, úgy néz ki, hogy minden rendben van. Jön a fogadó bizottság, ugye vörös szőnyeg, stb. Mindjárt két démonokkal vastagon megrakott ember, mesztelenül összevagdosva, lenőtt hajjal, megnőtt körmökkel, büdösen odaront rájuk, ugye
két másik evangéliumban olvassuk, Mátéban is, Márkban, hogy ketten voltak ezek a démonokkal megrakott személyek. Ők rohannak oda a városba vezető úttal szemben, az egyetlen ösvényt használva, hegyek között volt egy ösvény, ami a Gadara földjén a városba vezetett, nem lett, ez volt egyedül, ezt az utat uralta ez a két démonokkal megrakott ember. Ez a gyerekét biztos szívesen küldte valaki a tengerpartra, hogy vegyél már kis halat kicsim, vagy menjél, áthajózunk, stb. Azért hát elég terhelt lehetett az egész vidék, a tengerpartra vezető utat, ugyanis két ilyen démonokkal megszállott, mesztelen, lenőtt, hajzatú, körmű, piszkos, örjöngő és természetfeletti erővel bíró ember uralta. Akik tudták, hogy sírboltokban laknak. Ugye normális ember nem érzi magát a temetőbe. Akkor él, nyilván. Az élő, nem? Mert az élő egészséges lélek azért az a temető addig van ott, ameddig feltétlen kell. Visz egy virágot, megrendez a sírt, és nem. Az élő között érzi jól magát. Ez az egészséges. Azonban ezek a démonokkal megterhelt személyek sírboltokban, sírüregekben, ugye, amit használtak ilyen ballangokat, azokban időztek, azokban laktak. Azt is tudjuk róluk, hogy minden nyomorúság ellenére szerették a rokonaik őket. Csak az apja, csak a gyereke, ugye, az anyjának, az apjának, és próbálták őket megvédeni, mert összevagdosták magukat kövekkel, tehát kárt okoztak saját magukba is, és hát amikor elfogták őket, sokan leláncolták, hogy maradjanak otthon. Tehát, hogy ez nem egy rossz indulatú megkötözés volt, hanem, hogy védjék őket. Tehát ez jó indulatú megnyilatkozás volt a családjuk részéről. A Biblia azt mondja, hamis isteni erő, démoni erő töltött el őket, hogy széttörték a vas bilincseket, és elszaggatták a láncokat. Tehát ilyen ördögi erők szabadultak fel az életükben. És azt is láttuk, hogy megszállottakról beszélünk, tehát oly mértékben voltak telve ördögi lelkekkel, olyan mértékben terítve voltak és le voltak uralva, hogy elveszítették a személyiségüket. Nem lehetett rájuk ismerni, hogy kik is ők, teremtettségüknél fogva. Egy személy, önálló személyiséget vesztett emberek voltak. Mekkora különbség van a között, amikor Krisztus szabadít meg valakit, vagy amikor az ördög ural valakit, és a sátán kötöz meg valakit, uralja le az életét. Krisztus ugye felszabadítja az embereket. Az első dolga mindig a Krisztusnak, és már az ószövetségi szövetségkötés alapja is az volt, én vagyok az Úr, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről. Ugye a 10 parancsolatnak is a bevezető kinyilatkoztatása az alap. Én vagyok a szabadító Isten, így mutatkozik be Isten. Megszabadítottalak, és te eldöntheted. És ne felejtjétek el a sínai Hórebnél, amikor a szövetségkötés történik, akkor Isten megkérdezi, hogy akarjátok-e? Akartok-e belépni ebbe a szövetségbe? De hogyan tudta megtenni a zsidó nép ezt a választást, úgyhogy fel volt szabadítva a rabszolgasorsból. És szabad nép lett belőle, kihozta rabszolgasorsból. És ezt teszi a Krisztus is. Előbb felszabadítja az embert, és a felszabadított embernek pedig visszaadja a szabad akaratát, hogy döntsön. A sátán azonban egyre inkább uralja le az embert, és egyre inkább beszűkíti a választás lehetőségét az életében. És a Krisztusban újjászületett, megszabadított ember személyisége kibontakozik, élete kiteljesedik, szabadságban jár, Isten békessége tölti be a szívét, amely minden értelmet meghalad, és nem a körülmények függvénye. Sokkal mélyebb, sokkal erőteljesebb és stabilabb. A leuralt személy, akiről ugyan Lukács szól, ugye az egyiket veszi, akivel Jézus szóba elegyedik, oly mértékben volt telve a gonosz szellemekkel, és volt leuralva, hogy amikor megkérdezi, hogy figyelj, hogy hívnak? József? Áron? Tibor, Géza, hogy hívnak? Azt mondja, légió vagyok. Hát olyan mértékben uralta el a gonosz szellem, hogy azonosult azzal. Ő már az volt. Elvesztette a saját személyiségét. Nem is tudta, kicsoda ő.
A téboly, az őrjöngés, az őrület, démoni hatalma oly mértében elóralt, hogy azt mondta, én vagyok a légió. Ja, a római légió akár 6000 fős katonaságot is jelenthetett. Itt a Márk evangéliumában tudjuk, hogy a disznó, a konda az 2000 állatból áll, tehát itt több ezer gonosz lélek volt a két szemében. Aki ilyen mértékben képes volt megfosztani a saját személyiségétől és a döntési szabadságától az embert. Akik még nem fogadták el Krisztus Jézust, az Urat és az ő szabadítását, a Biblia tanítása szerint a sátán befolyás alatt vannak, még ha nincsenek is megszállva. Aki Krisztust elutasítja, bizony, mivel nincs semleges pálya a szellem értelemben, ha nincs is leuralva és teljesen személyiségétől megfosztva, bizony a gondolkodását, a döntéseit, az érzelemvilágát befolyásolja, és megpróbálja befolyásolni az ellenség, még akkor is, ugye, ha nem mindenben megszállott, de akik nem Krisztus oldalán vannak, az ördög bizonyos fokú befolyása alatt élik az életüket. Az Efézusi levél másik részében ezt mondja erről Pál apostol az első két versben. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Ugye az Isten nélküli állapota, bűnállapota. Ez az alapja az ellenségnek egy élet felett. Amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint, azt mondja az ige, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát a világ életmódja szerint való élet, az Istentől való idegen élet forrása, hogy aki ezt az életet éli, az bizonyos mértékben a levegő birodalmának fejedelme, az a sátán befolyása alatt éli az életét. És a sátán mindent megtesz, hogy vakságban tartsa, és távol tartsa a Krisztusnak való teljes elkötelezettségtől. Még azt is megengedi neki a gazdá, hogy eljön Isten tiszteletre. Még ezt is megengedi neki. Amit nem enged meg neki, amit ő megpróbálja távol tartani, hogy teljesen elkötelezze magát. Teljesen Krisztusnak adja az életét. Közelít az Istenhez, vágyakozik az Isten hatalmára, látja a hívőkben azt az áldást, ami a teljes átadásban, a Szentlélek által, a Krisztus szabadítása által megélnék egy hívő életben, a szeretni, de nem akarja odaadni érte az életét. Ez egy kering a hívők körül. Tehát nem biztos, hogy csak azok vannak veszélyben, akik nem járnak gyülekezetben, hanem azok is veszélyben vannak egyébként, akik nem szentelik az életüket egészen Krisztusnak. Visszatartanak az életükből dolgokat. Kolossi levélben pedig azt mondja az írás 1.13.14-ben, ő szabadított meg minket, mármint Krisztus, a sötétség hatalmából. És ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk, és bűneink bocsánata is. Tehát a sötétség hatalma alatt van az, aki nem a Krisztus szabadítása által az Isten oldalára lett megmentve. Senki ne becsülje el a sátánt, aki erőben, tudásban, intelligenciában messze felülmúl az embert, bármelyik embert, és azon mesterkedik, hogy egyre több szállal kösse magához a Krisztus nélkül élő embert, hogy ezekkel a kötelékekkel aztán magával a mélybe rántsa a pokolba. Tehát amikor levetetik a sátán a pokolba, akkor nyilván, aki hozzá van kötve, az is megy vele. Ez egy bibliai igazság, és nem udvarias. Vannak emberek, akik imádkoznak, és megtapasztalják az Isten jóságát, amely egyébként azt mondja a Biblia, Isten jósága megtérésre ösztönöz. Isten jósága még nem jelenti azt, amikor Isten jóságát valaki tapasztalja, megelőlegező kegyelemnek hívjuk ezt. Nem tudjuk ezt, hogy működik, nem értjük. Néha az Isten jó kedvéből könyörül. Néha nem is tudják, megmenekül valaki egy balesetben. És azt mondja, Isten megmentett. Nem is hívő, nem is ismer Isten, de valahol fölismeri valaminek, valami megőrizte őt. Például egy ilyen nagyon markáns példa, de az életben sok apró dolog is van, amiben így az emberek megélhetik, vagy megsejthetik, hogy van egy jó Isten. De önmagában ez
még nem mennek senkit. Még nem menekül meg a kározottól, és még nem lesz Isten gyermeke. A gonosz szellemek, test nélküli szellemi lények, és zaklatással, befolyásnyeréssel, tévtanításokkal, hamisságokkal, hazugságokkal megpróbálják megnyerni a testeket az emberek gondolkodásán, érzelmein, vágyain keresztül, hogy a gonosz démoni ocsmányvágyaikat kiéljék az emberi testeken keresztül. Hát ugye, ahogy demonizálódik ez a világ, és hogy egyre erőteljesebben mennek alá az ördög hatalmának emberek, és hogy a hírekben már ez lesz a hír, mert ugye nem csak ez történik a világban, csak egyszerűen a gonosz uralja sok esetben a hírszerkesztést is, és már tolja az arcodban a sok-sok gonoszságot, mondjuk nekem nem, mert nem nézem. Csak annyit olvasok, meg foglalkozok vele, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy képbe legyek a világban az eseményekről. Eseményekkel, de 25-ször minek hallgassam meg ugyanazt? Meg egyáltalán. Most nincs értelme. De érződik és látszik, hogy egyre durvul a világ. Egyre gonoszabbá válik az a világ. Azaz egyre erőteljesebben mennek alá. Emberek hajtják magukat alá az ördög akaratának, és kezdik a démonok rajtuk keresztül megvalósítani a mocskos vágyaikat és ocsmány szenvedélyeiket. A gonosz démoni befolyás gyakran érzelmi sebekhez kötődik az embereknél, ezért is van az, hogy elég sok démonikus befolyás alatt lévő ember van ma a világunkban, mert a családban rengeteg gyerek sérül. Már kicsi gyerekkorban az elutasítást átélik. A bizalmatlanság, a bizonytalanság légkörében nőnek föl. Egyik megcsalja a másikat, becsapja, elárulja, nem bíznak egymásban. Egy csomó olyan dolog, ami fájdalommal járja át az emberek szívét a kapcsolatok területén. Nyílt sebeket ad az emberek lelkében, életében a gonosz szellemeknek, hogy gyűlöletet, meg nem bocsátást, haragot, a vágyak féktelen kielégítésének hajlamait gerjesszék, vagy a visszahúzódást, a depressziót, a félelmeket hozzák be az emberek életébe. Pál a Szent Szellem által így figyelmeztet bennünket az 1 Timóteus 4.1.2-ben. A Szent Szellem pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre, démonokra és ördögi démoni tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Alisztér Petri, aki az Átalakulások című dokumentum sorozatot forgatta, az ébredési beszámolók, vizsgálva a tanbeli torzulásokat az egyházban, 3 jellemző tanbeli torzulásra hívja fel a figyelmünket. Az egyik hamis tan, azt mondja, az elitizmus. Azaz a keresztényeknél megjelenő olyan tanítás, amelyel felsőbbrendűnek képzelik magukat másik keresztényektől, és a világi elveszett emberektől is. Valamilyen ilyen kultikus, szakrális felsőbbrendűség. Ugye hol van ebben az alázat és a szelítség? Hol van a mások iránt való törődés? És érthetően megjelenik benne a szeretet meghidegülése. A gonoszság sokasodik, a szeretet pedig kihűl, tehát egyszerűen érzéketlenné válik az ilyen elit keresztjén. A mi gyűrünk a legjobb, a mi tanításunk a tökéletes, ha hozzánk jössz, meg leszel áldva, tipikus elitista tanítás. Nem tiszteli a másik testvért, nem tiszteli a másik szolgáltatót, nem az jelenik meg benne, hogy magánál a másikban, Krisztus keresve a különbet keresi és találja meg. Nem lábat mos, hanem fejet. Elitizmus. Aztán a győzelmizmus. Nem, a győzelmista hitfelfogásban tévelgők nagyon tudnak azonosulni azzal, amikor Péterért imádkozik a gyüleket, és az angyal kihozza a börtönből. És nem is prédikálnak arról, amikor ugyanígy imádkoztak valószínűleg Jakabért, az meg lefejeztetik. Vagy a hittel teljes István, akit megköveznek. A győzelmizmusban nem fél bele a gyenge keresztény. Nem fél bele a bukás, a betegség. A gyengeség. Mert ha te hívő vagy, igazán jó vagy, akkor győztes vagy.
És itt a harmadik tévtalani, nagyon rokon ezekkel, királyság most. Mindenki meggyógyul, mindenki gazdag lesz, mindenki egészséges lesz. Most már itt a mennyország idején a földre, mindjárt lehívjuk, nagyot imádkozunk, nagyot dicsőítünk, és lejön a mennyide. Hát, kedvesem, el vagy tévedve, ha így gondolod, mert mi megyünk a mennybe. Jézus viszont a felhőkig, és elvisz bennünket. Aztán 1000 évig egy királyság lesz a földön, de az még nem az, ami az örök ország, amely az Isten fog készíteni, ami számunkra, akik tiszta szívből szeretjük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Hadd húzzam alá. A gonosz szellemek hite és Krisztus ismerete is megjelenik a gadarai megszállott és Jézus közötti beszélgetésben. Azt mondják a gonosz szellemek a férfinak a hangján, mi közünk hozzád, magasságos Isten fia? A démonok felismerik a názareti Jézust, és azt is tudják, hogy ő az Isten fia. Teljesen világos. És az is egyértelmű, hogy ellenségei a Krisztusnak, a magasságos Isten fiának. Mi közünk hozzá, nincs semmi közünk egymáshoz. Sokan vannak ma is, akik elismerik Jézust, és elfogadják, hogy Isten fia, mégsem követik őt. Mégsem az ő oldalán vannak, hanem távoli tisztelők. Azt mondják, hogy mi közöm nekem a názáreti Jézushoz? Persze, hiszem. Jó, hát mindenki azt hisz, amit akar. Jó, elfogadom. De mi közöm nekem hozzá? Én se foglalkozom vele, ő se foglalkozom velem. Én meghalok elföldenek, aztán kész. Rám nem igazak ezek a szellemi törvényszerűségek. Milyen butaság és milyen balga dolog elhinni, hogy meghalsz és nincs tovább. Milyen kegyelem, aki itt a földön számol azzal, hogy az élet földi vége az örökké valóság kezdete. Már úgy értem a kezdet, amikor már látjuk, mert már most elkezdődött nálunk, ugye? Csak még hitben, reménységben bírjuk, még nem látjuk. Lukács azt mondja, mi közünk hozzá egy Jézus magasságos Isten fia. Ugye pogány területen, csak értsük ezt a megnevezést, az emberek tisztelték az istenségek feletti mindenhatót. Aténban ugye az ismeretlen Isten szobra van, vagy talapzata van, egy szobor, egy valamilyen emlékmű, amit fel is hívja az aténiek figyelmét Pál apostol, hogy van egy ismeretlen Isten, amit tudjátok, hogy azok, akiket tiszteltek Istenként, a fölött kell lenni valakinek, aki hatalmasabb, és meg se tudjátok fogalmazni. A mindenható. És amikor azt mondja ez a démonikus lélek, akkor a kor pogány szokásainak megfelelően a felséges Istenet nevez, így hívták. Az Istenek fölött Istent. A mindenhatót. Tehát Jézust, a názáreti Jézust, az egy igaz, a teremtő, a mindenható Istennek ismeri el az ellenség. Az ördög is elismeri Jézus Krisztust, mint egyedül igaz örök Istent. Döbbenetes. Mégsem üdvözül. Máté azt mondja, így jegyzi föl, azért jöttél ide, mondják a démonok, hogy idő előtt meggyötörj minket. Azaz, a démonok tisztában vannak a jövőjükkel. Azt is tudják, hogy ez el fog jönni. És azt is tudták, hogy még nincs itt az idő. Még most van egy kis idő. Na most, mivel az ördögnek ideje rövidre szabott, Biblia tanít erről, ezért egyre elvetemült lett. Egyre elvetemültebb lesz. Egyre vadabbá válik. Mert tudja, hogy rövid az ideje. A démonok tisztában vannak vele, hogy mennyi idő szabadott meg nekik, és azt is nagyon jól tudják, hogy ítélet alá kerülnek, és örök kározat lesz a részük. És félnek ettől. Az ördög többet hisznek, mint néhány ember ma. Mégsem üdvözülnek. Mert ez a hit számunkra rettegést hozza az életükbe, nem pedig a reménységet. A Krisztusba vetett hit azonban a reménységet táplálja az ember szívébe. Az élő reménységet ráadásul. Azt mondja Jakab 2.19-ben az írás, te hiszed, hogy egy az Isten. Hát jól teszed. Az ördögök is hisznek,
és rettegnek. Tehát önmagában az Isten létezésének elfogadása még senkit sem ment meg a kározattól. Egyedül Jézus Krisztus megváltó, szabadító erejű kereszthalála és feltámadásába vetett hit által menekülhetünk meg az örök pusztulástól, és nyerhetünk örök életet, bekerülve az Isten atyai szeretetének oltalma alá. Lukács azt mondja, hogy ezek nagyon kérték, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Figyeljetek ide, ugye a pokol más néven, amely aztán belevetetik majd a tűztavába. A pokol egy olyan hely, ahova még az ördög se akarnak jutni. Ők se szeretik. Milyen idétlen vicc van ugye a pokolról? Meg idétlen karikatúra. Hát kérem, a pokol az olyan rossz hely, az olyan borzalmas hely, hogy még a démonok se akarnak oda menni. Hát nem embernek való, az biztos. És történetben az is elénk tárul, hogy Isten szerint mi az, ami igazán értékes. Különös beszélgetés, meg az esemény egészen különös, nem is találkozunk máshol ilyennel, még közel sem a Bibliában. Kérik a démonok, hogy ne a pokolba küldje őket, ne a mélységbe, hanem hadd mehessenek a disznókba. Ugye pogány területen vagyunk, a zsidóknak tisztátalan állatot a mózesi törvények alapján a disznók nem tartottak disznót, mivel ezek főként görögök voltak, ilyen kevert név volt görög kultúrában, ezért ők disznókat tartottak, és ugye nyilván, mint hogy szokás volt sokáig vidéken, ugye felfogadtak ilyen kondást, attól függ, milyen állatot, vagy birkáknál pásztor, és összehordták az állataikat, és akkor legeltették ezek a béresek az állataikat, és valószínűleg itt a környéknek a állatait összeterelték, ugye, és együtt legeltették, és voltak ezek a számadók, akik aztán visszaadták, leszámolták az állatokat majd a gazdájuknak. Ezért szaladtak vissza a kondások, hogy mondják, hogy hát mi történt, mert hát ugye az ő állataik voltak, amik elpusztultak. De egészen döbbenetes számunkra, hogy az állatokba akarnak menni. Ezek a démonok, rafkósak egyébként. Világos, hogy a démonok tudatában vannak Jézus hatalmának, és szívének is. Eszük ágában nem volt azt megkérdezni, hogy maradjunk bennük az emberekben. Mert azt tudták, hogy Jézus ebben nem köt semmilyen kompromisszumot. Tehát ő megszabadítja ezt az embert, és föl fogja szabadítani a szabad akaratra, vissza fogja adni a személyiségét. Tehát az ördögök ezt nagyon jól tudták, hogy itt ez nem alkú kérdése, a Názaret Jézusra nem lehet alkudni, hogy valahogy embernek a lelkére valami üzletet kössünk. Az ördöggel Jézus nem alkuszik, ő kiűzi az ördögöt. Akkor Jézus belép egy helyre, ő kiűzi az ördögöt, megtöri a sátán hatalmát. Nem lehetséges az, hogy amikor Jézus belép valóba, megtűrjön bármilyen ördögi erőt is. Ezért tehát a Krisztusnak adod az életedet, ő megszabadít téged, és ő megszabadít, te valóban szabad leszel. És nem az érzelmi viharok azok, ami meghatározzák az életedet, hanem hitáltalan Názáreti Jézus Krisztus. És ezt az ördögök jól tudják, hogy Jézus nem köt velük alkut egy lélekkel kapcsolatosan. És nem enged nekik semmilyen területet egy ember életében. Az Úr Jézus soha ilyet nem tesz. Még ezt a démonoktól leuralt embert is szerette a Názaret Jézus. Kihámozta belőle azt, ami még marad belőle. Mindenki lemondott róla. Semmi nem látszott belőle, hogy az ember lenne. Inkább látszott egy eltorzult állatnak. Még annak se. Még a disznók is jobban néztek ki, mint ezek a szerencsétlenek. De Jézus látta benne az embert. A megváltásra szorulót. És látta benne, hogy mivé lehet. Ha ő megszabadítja, hogy még ennek az embernek is van jövője Jézus Krisztusnál. Máté azt mondja, hogy amikor kérdezik, kérik Jézus, hogy hadd menjenek a disznókba, akkor Jézus azt mondja, hogy menjetek. Na most, Jézus nem azt mondta, hogy menjetek a disznókba, ha menjetek ki belőle. Tehát a menjetek szó a parancs, Jézus parancsa, aminek
Azonnal engedelmeskedtek a démonokat, nem volt vita, amikor azt mondja, menjetek, nem azt mondja, menjetek be a disznóba, hanem menjetek ki belőle, de azonnal. És a menjetek kifejezés a kiparancsolásra vonatkozik, és Lukács azt mondja, és megengedte nekik, hogy menjenek a disznókba. Azaz nem Jézus parancsolta bele a disznókba. Hát az nem Jézus, tehát Jézus, nem Jézus csinálta azt, hogy ne menjetek a disznókba, beleparancsolta őket. Nem. Jézus parancsa arra vonatkozott, hogy kimenjenek belőlük. Ezekből a két démonizált emberből a gonosz szellemek. És nem tiltotta meg nekik, hogy ne menjenek a disznókba. Biztos nyomós oka volt erre. Biztos nyomós oka volt erre, ha ezt tette. Egyrészt szembesülhetett vele mindenki, hogy mi lett volna ennek a két megszállott embernek a jövője. Hogy mit akartak a démonok? Hogy akarták elpusztítani őket? Az öngyilkosságba, a tébolyút öngyilkosságba belehajtani őket. Így folytották volna, tették volna ezt a két embert is a tóba. Az, hogy nem tudták megtenni, az azért Isten nem engedte meg nekik, hogy megöljék őket. Még nem engedte meg nekik. Nem tettek azt, amit akartak. Ha tehették volna, higgyétek el, még Jézus érkezése előtt vízbe folytják őket. Ez az egyik. Tehát nem mutatta Jézus, hogy mi várt volna ezekre az emberekre, ha a démonok bennük maradnak. A másik pedig, ami ugye címünk is, az egyetlen léleknek az értéke Isten előtt, amely... Hadd mondjam nektek, hogy a mai világunkban egyre kevésbé érthető a mi számunkra is. Olyan sok hidegség, csalódás, kiábrándultság nyomorítja meg az emberek lelkét, és annyira átjárta az anyagiasság a világunkat, hogy minden üzlet, minden pénz, minden a haszonról szól. Embereket úgy vesznek fel a munkahelyekre, hogy mérik a teljesítményüket, mennyi pénzt hoznak, megéri-e, ha foglalkoztatják. Az emberi munkaerőnek piaca van. Úgy hívják, hogy munkaerő piac. Adják, veszik az embereket. Az embereknek van beárazott értéke. Mennyi fizetést kapsz? Ez a beárazott értéked a munkahelyen. Mennyi fizetést kapsz? És ha van nálad értékesebb ember, az több fizetést kap. Vagy ügyesebben alkudott. Igen is lehet. Ebben a világban, és nem volt másképpen akkor sem, minden beáraznak. És voltak emberek, azt mondták, hogy két vacak démonizált nem ér annyit, mint 2000 disznó. Nem tudom, mekkora súlyúak voltak, és most jelenleg nem tudom a élő állatpiacot sem, de sac per kb. Régi emlékeimet előkaparva, azt mondom nektek, hogy 10-20 millió forint között érték volt ez a 2000 disznó. És inkább több. Mennyi súlyúak voltak, azt nem tudjuk, azért mondom, hogy mennyire voltak hízó állatok, és hány kilósak voltak, stb. Nem is ez a lényeg. Tehát azért jókora a kis összeg, sok pénz volt. És azt mondták az emberek, hogy bocsi, dögöljön meg ez a kettő. És éljen a 2000 disznó. Na most egy ilyen világban mire számítasz? Tehát meglepő az önzés? A kihasználás? Az ármány? A hamisság? Miért lepődsz meg rajta? Tudod, ki neki ez egyedül a legtöbbet? Az élő Isten. Senki más ne adna érted egy favatkát se. Egy favatkát se. Azok se, akik azt gondolod, hogy ott lennek. Csak helyzet kéne hozzá, hogy meglásd. És aki többet adna érted, azt tudod, mikor adna többet? Ha Szentlélek ereje betölti őt. És az Isten szemléletmód átjárja a szívét, szellemét, és oly bátorságot kap, hogy az életét is adja érted. Csak az. De a Szentlélek nélkül úgy futnának, mint a gyáva nyúl mind, ha bajba kerülnének. Még oda tennének maguk elé. Lőjenek téged. Egyedül az élő Isten, akinek oly fontos vagy, hogy a legdrágábbat adta az életedért, az egyszülött fiát, Jézus Krisztust. És tudod, ezért szabadultak meg az emberek.
mert oda ment a váltság. Belépett az, aki kifizette az árát eznek a két embernek az életéért. Ez a názareti Jézus Krisztus. Azt mondja az Úr Jézusról az Isten igéje, és ezt mondta, Uram, könyörülj fiamon, mert holdkórus, és nagyon szenved, mert gyakran esik tűzbe, és gyakran vízbe is. János azt mondja az ördögről, embergyilkos volt kezdettől fogva. Mit akar tenni az ördög az emberrel? Krisztussal szemben. Elpusztítani. Megölni. És mit tesz Jézus ennek az apának a gyerekével? Megszabadítja. Még beszélget vele, mondja neki, kis hitkúra kéne neked, mert valahogy nem hiszed. Nem hiszed, hogy én szeretlek téged. És akkor mondja, nagyon őszinte volt, hogy Uram, igazad van. De most hova menjek segítségért? Hát csak hozzád jövök, hogy higgyek. Na látjátok, ezért kell jönni imádkozni. Ezért kell jönni dicsőíteni. Mert Jézus tud segíteni rajta egyedül, ha nem hiszel. Senki más. Ki is tudna segíteni melletted lévő? Hát ugyan a nyomorult, mint te vagy. Elmond két bátorítást. Oké, hogy működik? A Szentlélek erre kiállat belőle, mert hitből itt bejön a bátorítás. Csak az működteti, nem tőle működik, hanem Krisztustól. Hova mennél? Kihez? Ki segít rajtad? Kinek vagy fontos? Ne ringasd magad illúziókba, egyedül Jézus Krisztusnak. És azoknak, akikben a Krisztus szelleme van. A Krisztus szellem az új embernek, az új teremtésnek. Aki már nem a régi, a romlott, hanem az új. És szoktál találkozni a régivel. Meg is van a véleményed róla, remélem. De a házas, hogy a házastársadnak biztos. Lehet nem mondja el neked, na majd kérdezd meg. De összeneveztetek. Az új ember. A Krisztus szellemétől újjászületett, Isten drága igétől újjászületett ember. Egyetlen élet drágább az Istennek, mint a világ összes kincse. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot bírja, megnyeri, birtokolja, a lelkét pedig elveszíti. De mit is adhat az ember váltságdíjra saját lelkének üdvösségéért? Semmit. Ne sajnáljuk át hát az anyagi áldozatokat, és azt se, ha anyagilag kárt szenvedünk a Krisztusért. Mert biztos, bizonyára, tehát van olyan, amikor a Krisztusnak való engedelmességért árat fizetünk, akár anyagilag is. Ne sajnáld! A lelked üdvössége sokkal fontosabb, mint hogy megalkudj, és megalkudjunk bármivel, ami nem az Isten akarat az életünkben. Még egy vállalkozást is jobb elengedni, ha az tisztátalan vagy teher az ember életében, mint ragaszkodni hozzá, hogy lehúzza a mélybe az életét. Bíz az élő Istenben, tud neked annál többet adni. Ha szükséged van rá, nekem is. A kegyelem és a bűnbocsánat azonban megvásárolhatatlan. Oly értéke van, hogy nem kifizethető. Nem lehet mérni 2000 disznóhoz, pár millió forinthoz, anyagi előnyökhöz, karrier célokhoz. Nem lehet mérni. A Biblia azt mondja Efézus 2:8-9-ben, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Isten ajándéka, Isten kegyelme. Nem a cselekedetekért, nem a teljesítményünkért. Nem mert jobbak vagyunk, mint a másik. Vagy mi nagyon rosszak vagyunk, ezért bennünket nagyon szeret az Isten, ilyen varaságokat is gondolnak emberek, hogy ugye a bűnös nő példázatából azt gondolják, hogy valaki nagyon bűnös, akkor őt jobban szeret Isten. Csak megkérdezném, hogy akkor van kevésbé bűnösök keresztje? Meg van egy másik kereszt a nagyon bűnösöknek? Az egyik kereszten csak egyik szeget verték be Jézusba, a másikban mind a hármat. Egyiken nem verték, kínozták, szaggatták a testét, a másiknál meg igen. Mi ez a butaság? Mindenkiért ugyanaz az árat fizette Jézus, azaz mindenki ugyanannyian elveszett. Csak a kérdés az, hogy nekem mekkora értéke van ennek.
A Jézus a megszállottól, tehát nem kérdezte meg, hogy akarsz-e megszabadulni, mert ő egy teljesen személyiségétől megfosztott ember volt. Először tehát minden kérdés nélkül kiűzi belőle az ördögöt. Fölszabadítja. Ebből a teljesen leuralt állapotból fölszabadítva azonban ő maga dönt úgy, hogy követni akarja Jézust. Nagyon kedves ez a kép, ott ült a lábairá. És hát nyilván nem nézték egymást, hanem kérdezte, hogy van, mi most mit csináljak, most hogy legyen, most merre, most hogy, vagy még, vagy mi, vagy hogy, hány év, eltelt, elment, de ó, de jó, itt vagyok, megszabadultam, végre visszakaptam az életemet, ha... De az is lehet, hogy csak gyönyörködött benne. Nézte a szabadítót, és egyszer el volt telve, azt mondta, hogy hát ez egyszerűen felfogadatlan. A város lakosai azonban döntésképes személyek voltak, még akkor is, ha a sötétség befolyásolt az életüket, de a döntési szabadság állapotában voltak, személyiségük birtokában voltak, szabad akaratuk birtokában voltak, ezért Jézus nem a szabadítással kezdi, hanem oda tárja eléjük az események kapcsán a lehetőségét a választásnak. De mivel önteltek, büszkék, és a szabad polgári jók miatt is nagyon önérzetesek voltak, és az értékrendjük sem feltétlen volt a helyén, ezért elutasítják Krisztust, és elküldik. Pedig hallották a pásztorok bizonyságtételét, a kondások bizonyságtételét, és mikor oda mennek, a helyszínen, hogy maguk is meggyőződjenek róla, hogy úgy vannak ezek a dolgok, amit hallottak. Azt olvassuk, amikor odaértek Jézushoz, ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve, és épp elmével ült Jézus lábánál, és nem azt mondjuk, hogy hú, de jó, megrettentek. Hát azért rémületes dolog ám egy ilyen félelmetes Istennel találkozni, mondom. Tehát aki nem szereti őt, és nem akarja követni, azért azt mondja, rettenetes az élő Isten kezébe esni. Ja, nem is volt ez ilyen vakérzés, mert tényleg nem a kegyelem oldalára közelítették Istent, hanem a szentségével találkoztak, a hatalmával találkoztak az Istennek, és mivel megtérni nem akartak, ezért Isten haragjával találkoztak. És tudjátok, a megtérni nem akaró ember, az Isten haragjával fog találkozni. Nem az Isten kegyelmével. Az őszinte lelki, a megtérni vágyó ember pedig az Isten szeretetével és kegyelmével találkozik. Ugyanaz az Istennel találkozik, csak más oldalról. Márk azt mondja az 5.15-ben, hogy félelem fogta el őket. Mi is jellemzi tehát a bűn és az ördög befolyása alatt lévő embereket? Mózes könyvében látjuk Ádám esetét, de az Úristen kiáltott az embernek, Ádámnak is, meg hát Évának, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben. És megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. A Krisztus személyesen még nem ismeri ember reakciója ez. Aki nem adta még át az életét Krisztusnak, az nem tapasztalja ezt a békességet, amely ennek a éppen megszabadult, démonizált embernek az életében látszik. Ott ül Jézus lábánál, nem rohan sehova. Megnyugodott, meg békesség van a szívében, szellemében. A többiek meg háborognak. János a levelében azt írja, az első levél 4. rész 17-18-as versében, abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Ez az Isten szeretet, amikor teljes lesz bennünk. Bizalommal tekintünk. Isten jönti bizalommal, hogy a mi részünk az örök élet. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. És utolsó gondolatként kell szóljak egy nagyszerű evangélistáról. Hogy nem úgy alakult, hogy
ez a nemrég megszabadult ember lesz a 10 város evangélistája és hozzákapcsoló falvaknak a misszionáriusa. Arról számol be Lukács, hogy ott ül ugye Jézus lábánál, a szabadító Krisztusát akarja követni, az ember pedig, akiből kimentek az ördög, kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, és ezt mondta neki, tér haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Jézus követésének egy másik módját tárja a megszabadult ember elé, mint amit ő gondolt. Na most, tipikus problémánk nekünk mai keresztényeknek. Ha nem úgy tesz valamit az Isten, ahogy mi gondoltuk, összeomlunk. Nem omlott össze, kedves barátunk. Menni akart vele. Azt mondta, hogy ő sehova tőled, Úr Jézus. Azt mondta Jézus, nem. Miért el lett volna neki, mert lelki gondozni kellett volna? Dehogy is, mit gondoltok? Jézusnak probléma lett volna az életében? Nem. Tudjátok, mi az oka? Szerintem. Az, hogy kellett egy hiteles bizonyságtevő a 10 városba, aki a második esély lesz nekik. A második esély. Mert Isten a második esély Istene is. Azoknak is utána megy, akikről esetleg mi lemondanánk. Jézus nem megsértődik, mint ahogy mi szoktunk ennél sokkal kisebb dolgokra is, hogy na, jó van, így állunk. Na oké, megkapjátok. Egy kis tüzet atyám a mennyből, hadd éljenek. Ugye az emberi gyalóság, szűkeblűség, szűklátókörűség, ez nem jellemző Jézusra. És milyen jó. Nem arról van, hogy nem szerette ezt a férfit, hanem azt mondta, figyelj, menj el hozzájuk, mert te közülük való vagy. És kell valaki, aki igazán találkozott velem. És kell valaki, aki arról a szabadításról tud bizonyságot tenni, amit én tettem vele. Márk így ír erről, amikor aztán beszállt a hajóba, Jézus kérlelte őt, a megszabadult ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt, menj haza a tiédhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amint aztán mindenki csodálkozott. Ugye mit kellett mondani, amit megtapasztalt? Amit személyesen átélt? Semmi mást. Friss keresztjén volt, nem is kellett többet mondani neki, mint amit ő maga átélt. Pont elég volt. Aki tehát átéli maga a Krisztus szabadítását, bűnbocsánatát, és megtalálja benne az ő békességét, és azt az örömöt, amely semmihez nem fogható, az válik potenciális örömhír hirdetővé. Azaz minden megtért ember. Minden megtért ember, akinek bizonysága van Krisztussal. Potenciális örömhír hirdető. Lukács ezt is írja, 38. vers második felében, és 39. versben, Jézus elküldte, mondva neki, tér haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Nagyon érdekes, a teosz. Ő pedig elment és hirdette az egész városban, hogy milyen jót tett vele Jézus. Csoda. Ez az ember, mert nem általánosan hisz Istenben, aki bárki meg bármi lehet, ez Jézusban hisz. Mint az Isten egyszülött fiában, aki az Isten. Tehát azt mondja, hogy engem megszabadított az Isten, tehát Jézus szabadított meg. Jézus az Isten. Azt mondja neki a názáreti Jézus, hogy hirdesd az Istent, Isten szabadítását. Ő meg elkezdi hirdetni Jézust. Mert Jézus az egyik az örök Isten, az élő Isten. A Szent Háromság egyik személye. A Szent Háromság egy örök Isten. Egyik megjelenése. Mint a háromszögnek egyik csúcsa, egy háromszög, három csúcsa. Nyilvánvaló tehát ennek a személynek az élő hite és bizonyossága, hogy Jézus Krisztusban felismerte a megváltóját, szabadítóját, a mesiást, és róla kezdett tanúbizonyságot tenni.
És milyen nagyon jó bátorítás nekünk a hozzáállása. Nem okoskodik, nem vitatkozik, nem beszél mellé, hanem mondod neki az Úr valamit, és teszi. Nagy veszély a mai kereszténységünkre, hogy sokat szól hozzánk az Úr, csak keveset csinálunk meg belőle. A gyengeségünk nem a tudásunk, a gyengeségünk az engedelmességünkben van. Nagyon nagy bátorítás lehet az életünkben az, amit ez az ember, a maga, hát elég hátrányos helyzetű volt, valljuk meg őszintén, tehát nem egy jó családi háttér van mögötte, nem egy jó életpálya van mögötte, azt gondolom. És mennyire jó látni ezt az egyszerűséget, ami benne van ebben az emberben. Hát én mennék veled, hát nem akkor jó. Fú, gyerekek, hát ennél kisebb dolgot is elég nehéz megcsinálunk, nem? Hogy milyen harcok lehettek benne, nem tudjuk. Biztos voltak. Ment volna, értitek? Arra vágyott, hogy ment volna. Nem olvassuk, hogy mi, de hát biztos, mint hogy benned is. Voltak benne gondolatok, érzések, ide-oda, hamon, a csapongott, meg ez, meg az, meg amaz. Hogy miért nem, meg ők miért igen, én miért nem, a 12 miért, lenne ott még egy hely. Mit tudom én, biztos volt benne ilyen gondolat, mert ember volt. De ennek ellenére jobban bízott Jézus Krisztusban, mint a saját érzelmeiben. És hitáltal engedelmeskedte az ember. Mint ahogy te is. Az érzelmeid ellenére engedelmeskedsz Jézus Krisztusnak. És ebben van az örök élet, és ebben van a gyümölcs termés. Hogy az érzelmeid ellenére azt mondod, jól van, Uram. Megteszem, amit mondasz. Miért? Mert biztos az a legjobb. Nem látom át? Na és? Még lehet jobb is. Ha mindent átlátnál, akkor nem nehéz engedelmeskedni. Mert egyből matekoznál, hogy mit kell neked csinálni. Érted? És nem számolnál Isten természet feletti beavatkozásával, munkájával. Legyünk tehát Krisztus tanítványaiként esély az emberek számára. Akár második esély az emberek számára, mint ez az ember, megszabadult ember volt, hogy a szabadító Jézus Krisztussal ők is személyesen találkozhassanak. Mutassuk meg ehhez nekik az utat. Amen.